Én egy nagyon rövid pár dolgot fogok mondani, és csináljuk úgy, hogy bárki kérdezhet menet közben, de ha nagyon speciális kérdése van, én a végén itt maradok beszélgetni egy ideig, ha olyan kicsit úgy érzi, hogy azért nem egy általános kérdése van, ami nem biztos, hogy mindenkit érdekel, akkor így moderáljuk már önmagunkat, jó? És akkor, ha olyan kicsit speciális kérdése van, akkor azt hagyjuk a végére. Ha úgy érzi valaki, hogy olyan kérdése van, amit szerintem mást is bőven érdekel, akkor arra mindig megállhatunk, jó? Csak a búzáról, körülbelül egy, szóljanak rám, egy 2-3 percben egy-két alap dolgot azért elmondok, hogy egy kicsit megadjam a súlyát a búzának, jó? Tehát azt én nagyon fontosnak tartom, hogy a civilizáció, hogy milyen régi, és mikor és hogy kezdődött, erről történészek majd elmondják, amit gondolnak, de azért az a több ezer év, több tízezer év, azért azt nyugodtan kijelenthetjük a régészet és ezermillió dolog miatt, hogy a búza az egy olyan gabona, illetve a gabonák, és azon belül a búza az egy olyan dolog az emberiségnek, hogy ha tényleg valami más bolygóra érkeztünk ide, erről lehet vitatkozni, akkor a jóisten, ha volt zsebünk, vagy a markunkba, biztos, hogy ez a dolog ott volt. Tehát amit kibír a szibériai éghajlattól, a félsivatagi, vagy akár ugye az oázisokban, amit kibír ez a búza, hidegben és melegben, ne felejtsük el, októberben vetjük általában az őszi búzákat, főleg az őszi búzák vannak elterjedve ezen a bolygón, tehát a mínusz 18-20 fokot bírja 2 hétig. Tehát és a 40 fokot lazán bírja, tehát azért kevés ilyen növény van, ami ekkora dologban tud otthonosan létezni, vagy legalábbis kibírja jó ideig. A búzát azért tartom fontos dolognak, én magam gluténérzékeny voltam, én a hadseregi katonai gimnáziumban, katonatiszti főiskolára jártam, én a hadsereget azért kellett abbahagynom, gyakran átváltok őbetűre, amikor jól érzem magam, azért, mert én kecskeméti vagyok, és én még gyerekkoromban tájszólásban nőttem föl a nagymamáikkal, tehát azért tartom fontosnak a búzáról beszélni, mert én is és sok ember megjárja azt a kálváriát, hogy gluténérzékeny lesz, vagy legalábbis a lisztekje van valami problémája. Fölfújódik, nem úgy érzi a dolgokat, ha bezabál a kenyérből, eleve bezabál. Tehát eleve habzsolja, ugye, mert rengeteg az ízfokozó, rengeteg az olyan anyag, mint a nátriumglutamát, meg ezeknek már vannak sokkal jobb változatai, bocsánat, sokkal ördögibb változatai, mert jóhoz messze állnak. Tehát, hogy ezekből hajlamos az ember bezabálni, nem laktató, nem jó a fehérjéje, nem jó a keményítője, de azért itt is sütnek olyan kenyeret, és azért önök közül szerintem sokan sütnek olyan kenyeret, amitől nem zabál be, hanem evett belőle egy pár szeletet, jól lakott vele, sokkal később lesz éhes, érzi, hogy az emésztésében ez nem egy komoly megterhelés. Én nem vagyok lisztérzékeny, mint kiderült, tehát nem vagyok. Szemetet ettem egy életemnek egy időszakában, amikor Budapesten éltem, vagy amikor a hadseregnek olyan részlegében voltam, ahol nem az étel volt a fontos. Tehát a búza azért fontos, mert az, hogy mi most itt tudunk ülni és ráérünk, ezt nagyban azt tette lehetővé, hogy a gyűjtögető, vadászó, halászó életmódból a magokat a vizesebb ugye, árapály, stb. Eldobálták az ős emberek, vagy az előemberek, akik előttünk jártak, ilyen szempontból előemberek, és azokat a magokat dobálták el, amelyek nekik finomak voltak, táplálóak voltak. Aztán, hogy hol van az a változás, amikor kövek között ezt megtörik, és nedvességgel, vízzel, és a levegőből lévő élesztőgomba és teljesabontó baktériumokkal, hogy lesz ebből valami kenyérféle, ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, erre azért nagyon kíváncsi lennék, hogy erre hogy jött rá az emberiség. Mert az, hogy a villám belecsap egy fába, és az a meleg az ott jó, de hogy abból hogy jutnak-e odáig, hogy meg kell sütni a húst, én nem vagyok benne biztos, hogy ez csak úgy magától jöttek rá ezekre a dolgokra, de ez egy másik beszélgetés. A búza szempontjából a búzának tök mindegy minden. Azt el kell mondanom, hogy a búzának annyi fajtája és olyan sok faj áll rendelkezésére, hogy az ő genetikai sokszínűségét megtartsa ezen a bolygón, hogy a búzának édes mindegy a gluténérzékenység. Tehát ez körülbelül ilyen szinten, ő talán mondjuk nem így viselkedik, tehát nem pökhendi. Tehát a búza, amikor agyonra gyötörjük, amikor szétműtrágyázzuk, amikor olyan sűrűre vetjük, hogy már alig tud létezni, ő még akkor is táplálni próbál minket. Az, hogy ez manapság egyre nehezebben sikerül neki, ez semmi köze ő neki ez a problémához.
csak ő vele csináltatjuk a bajt, tehát ez nem így van. Tehát a gyűjtögető vadászó halászó életmódból az, hogy a búza rendelkezésünkre áll, ezt tette lehetővé, hogy hát sajnos hülyeségekben is, ugye, hogy a hadseregek, ha letakarták egy ponyva alatt, vagy hordókban, vagy valami ládákban tartva, elment a sereg. Hát most gondoljanak bele, két szekéraj búzával, ha az nedvesen vagy szárazon van tartva, és gyakorlatilag két valami kezdetleges őrlőkővel elmentek, és hát egy erős hadsereg, ugye erős katonákkal egymást fölváltva őrölték, bárhol a sivatagban, ha börtönlőkben még volt víz, bárhol a száraz kovász, bárhol a sivatagban, bárhol meg tudtak állni, és egy jó erőllétbe, jó táplálékhoz tudtak jutni. Tehát a civilizációk nagy ugrásához, és azért az első nagyok között volt például a Mezopotámia, azért a búza egy rendkívül jelentős dolog. De nekünk jelentős dolog, mert azért az Ázsia távol-keleti részeken ott a szója adja a főfehérje forrást kezdetektől, és a szénhidrátban meg a rizs, és ezt mindig el szoktuk magyarázni. Egyébként én tehát Varga Frigyestől tanultam, és Kalmár Gergelytől, amit tudok, ők ős ellenségek voltak, de mind a kettő ugyanazt mondta, úgyhogy talán lehet, hogy jól mondták. Tehát, hogyha van egy boly, ezt szabad-e letörölni? Ez szabad, vagy nem szabad? Gábor, letörőhetjük? Szabad? Nekem bármit. Na, ebből ez sokba kerül nekem még. Jó, egy nagyon egyszerű dolgot mutatok. Tehát van a bolygó, ez a jelenlegi bolygó, amelyen létezünk. Hát nem így néz ki, sokkal szebb. Jó, és ugye itt van az egyenlítő. És itt van az északi mérsékelt éghajlati öv. Mi most beszélhetünk dél-amerikai genetikákról, beszélhetünk ausztrál genetikákról, beszélhetünk a távol-keletiről és az amerikairól, erről majd fogunk is, de alapvetőleg minket ez a sáv, és ezen belül, hogyha a mi szemszögünkből nézzük, mert a kinértek nem is így néz ki a térkép, tehát a mi szemszögünkben ugye valahol itt vagyunk, nekünk a búza lesz érdekes. A jóisten, a teremtő, a természet, vagy bárhogy nevezzük, azért, ha csökken... Ezt most megállunk egy pillanatra. Az emberi testnek csökkenő sorrendben, amire tudjuk, energiára van szükség, a szénhidrát, az lehet keményítő cukor, bármi dologból, még a húsban is van cukor egyébként, és csökkenő sorrendben utána fehérje, tehát ez a kettő az, amiből gigamennyiség kell. Ugye a fehérje az izomzat cseréjez, illetve ott azért sok minden más is van, és utána jönnek a zsiradékok, vagy növényi olajok, és akkor nyomelemek, vitaminok, meg még csomó minden van, amit még lehet, hogy nem is tudunk. De már van, aki tudja mérni is a tudományban. Ha ezt megnézzük, és most csak szűkítsük le a szénhidrát és fehérje forrásokra, és szűkítsük le az északi mérsékelt éghajlati övre, akkor azt lehet mondani, hogy a jóisten itt a kukorica, bab, lencse, még van egy negyedik, majd mindjárt eszembe jut, ezeket a dolgokat adta az emberiségnek. De ez lemegy az egyenlítőig szinte, tehát a mexikói vonaltól végig, ugye? Kukoricát mondtam, ugye? A távol-keleti részen a szója ugye a fehérjeforrás, és a szénhidrát ugye a rizs. Azért a szójára annyit meg kell álljunk, hogy a Magyarországon nemesített szója szinte azt lehet mondani, hogy gyógyító. A bio Magyarországon nemesített szója nagyon jó, de azért nem ez a fő fehérje forrásunk, meg én búzás emberként nem a szójáról fogok beszélni, de a távol-keleti szójával rendkívül komoly problémák vannak nekünk, ami ide érkezik, az a szója. Egy, kettő. A szóját a kínai konyhá, gasztróba mindig fermentálják. Ha főzik, ha sütik, ha bármit csinálják előtte, előtte fermentával van. Tehát tejsabontó baktériumokkal fermentálás, kovászolás, egyfajta kovászolás történik vele. Tehát a szóját mi szerintem teljesen rosszul értelmezzük. Azon kívül én nem is gondolnám, hogy nagyon kellene fogyasztani. De azt én elfogadom ellenérvként, amikor azt hallhatjuk, hogy azért jó, ha egy emberi szervezet a tőkehaltól kezdve a tundrai akármit megkóstol, és az az információ a szervezetébe bekerül. Én ebben hiszek, hogy azért az jó, hogyha az ember sokféle anyaggal kapcsolatba kerül, de mennyiségileg, ami rendelkezésünkre áll, tehát hogyha megnézzük ott az alakor, vagy tönke, vagy alakor búza, kettő egyébként genetikailag rendkívül közel áll egymáshoz, van ott. Tehát nekünk ez van adva. Tehát mondom, én nem fogok olyanról beszélni, ami nem tartozik ránk, mert nem a mindennapunk része, és a mennyiségi ellátásunkban, mennyiségi és minőségi ellátásunkban nem lesz kardinális. Jó, tehát ez a fontos, hogy Európában, ezt úgy értsük, hogy Norvégiának a déli részétől Iránig, a észak-afrikai területekig nekünk, a szénhidrát és a fehérje forrás az olyannyira a búza,
kiegészítőként lehetnek más gabonák, mint például rozs, lehet köles, nagyon sok minden lehet, de a búza az, ami mindent visz. És ezt hozzá kell még egy apróságot tennem, hogy a búza olyan változatokat tud azonnal csinálni bármire, ha békén hagyjuk, vagy a nemesítési eljárásban, és álljunk meg egy szóra. Tehát a magyar nyelvet egyszerűen muszáj normálisan használnunk. És elnézést kérek, sokszor használok idegen szavakat is, azért, mert külföldön is bohóckodok egy-két dologba, amit be kéne fejezni, mert nekünk csak Magyarországon van a dolgunk, és csak az idő megy el vele. Tehát a nemesítés, az legyen már, ami a szó. Tehát nemesedik valami. Szebbé, jobbá válik, tápláló, ha táplálékról beszélünk, tehát táplálja az embert. Az, hogy a terméshozam, hogy a szemméret, a fajsúly, a hektoliter tömeg a királynál kiváló. De a beltartalom a lényeg, és a király búza hiába gyönyörű szép, ő nem terem sokat. Tehát az, hogy most van egy másik királybúzon a tisztességes genetikával garatmalom, és teli nyomják műtrágyával, a nemesítőjét direkt megtiltott. Direkt mondta, hogy ne így legyen csinálva, de jó a genetikájuk, azt hozzá kell tennem. Ez egy másik törzsanyag, ez a Triticum rex salvatius, ez a királyfaj, megmentő fajta. Ez csak a homokon, a sivatagból van nemesítve, tehát ezt csak ott lehet csinálni. Lehet máshogy csinálni, de ez ott van. Tehát ez ott teljesíti ki magát. A búzáknál a nagy nemesítők nem így csinálják, de a nemesítésben én ahhoz a vonalhoz tartozok, én nem vagyok nagy nemesítő, csak én annak a nemesítőnek, Varga Figyesnek a vonalát tartom fönn, én mindig ezt szoktam mondani, hogy én nem vagyok komoly nemesítő. Én nem vagyok komoly ember a búzában, de talán jó testőr vagyok. Tehát azt el tudom fogadni, hogyha valaki azt mondja, hogyha nagyon értek a búzákhoz, nem, ez nem így van. Tehát nagyon tudok vigyázni a búzákra, és ezen belül a királybúzára. Tehát a királybúzát itt akármilyen kapzsiság lesz, mint ami a tönkölyjel is megtörtént, hogy tönkölyből önök is biztos tudják, igazi, eredeti, jó minőségű, tiszta genetikájú tönkölyt venni, hát az oknyomozó riporter legyen, aki talál. Kalmár Gergely se tud adni, pedig, és ő tudja is, ő a legnagyobb, tehát ő mondja meg a legjobban, hogy igen, nagyon komoly baj van vele, jogilag már nem hozzátartozik, amúgy meg minden tudása ő neki van benne, és ezért hozta létre most az Öko 10-es után, valaki biztos tudja, az Öko, mit csinált most, van egy új tönkölye, érdemes róla beszélni, mert nagyon jó tönköly, nem ugrik be a neve, elnézést kérek, tehát Kalmár Gergely rendkívül ért a búzákhoz, az üzlethez, meg a fajtavédelemhez jogilag ahhoz nem ért, tehát az elúszott, az a komoly bajok vannak, tehát tönkölyt boldog-boldogtalan tud vetni, hántolják orba, szájba, rosszul, benne marad a piszok, stb. Tehát vigyázni kell. A királybúzára nagyon vigyázni kell, mert ma az utóbbi pár évben nagyon közel jutott a tönkölyt sorsához, sok embernek volt vetőmagja, elvetette így úgy, azért nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy van termesztve, mert érzékeny a genetikája. Miért érzékeny? Mert ugye most felvetődhet önökbe, hogy egyébként ez nem termékbemutató, csak a királybúza jó válaszokat ad a mai világra, és más búzákról is fogok beszélni. Tehát, hogy miért érzékeny? Nem úgy érzékeny, hogy nem jó a genetikája, hanem mivel 5 nagyon erős búza genetikából adódik össze, ezért ő nagyon hamar, ha valami olyan helyzet van, ahogy nem úgy van, ahogy ő szeretné, akkor ő lemegy arra, amire akar. Tehát ő benne van egy babilóniai, egy mai iraki búza, egy babilóniai nagy történelmi búza van benne. Van benne egy egyiptomi búza, ez a kamut búza, és igazából főleg a durum búza genetika van benne. Van benne egy ekte magyar a bánkúti, ez a legfrissebb genetika benne, illetve hát azt is magyarnak is tekintetjük, de azért ez inkább több embert érint Európában, maga a tönke, tönköly. Tehát a tönköly őse a tönke, ő egy tönke származék. A tönköly is egy tönke származék. A tönke, és azért tudom akár összetéveszteni is, a tönke az az alakor búzából indul le. Egyébként minden búza a világon két búzából indul ki, a kamut búza és az alakor búza. A kamut búzánál érdemes egy pillanatra megállni, jobb, mint a király szerintem, csodálatos genetika, a mai világra nem való. Nem terem 2 tonnát egy hektáron. Bocsánat, nem arról beszélek, hogy hú, de sokat kéne teremjen egy búzának. Elmondom a számokat. 1 hektár, 10 000 négyzetméter. Ma a termesztés technológia, elmondom Kanadától Magyarországig, hogy áll, hát inkább Kazasztánig, jó? Tehát, mert az az igazi. Tehát úgy van, hogy ha most valaki 6-8 tonnát 10 000 négyzetméterre nem termel, az nem ember. Tehát a szakma ott tart, hogy megszakadunk a súlyok alatt, mindent súlyra adunk, beltartalom az lazán nem számít, ilyen nincs, hogy étkezési búza vagy takarmány búza.
ilyen nincs. Ez pár hülye csinálja még így, hogy ezt jelentősen megkülönböztetjük. Amúgy amíg a világ világ volt, mindig meg volt különböztetve a kettő. Mára eljutottunk oda, hogy rossz minőségű takarmányt adunk az embereknek. Hozzáteszem, én még azt is el tudom fogadni, hogy tényleg ne legyen különbség takarmány és étkezési búza között, de az állatok javára. Tehát az azt jelenti, hogy az állatoknak is adjunk már olyat, amint az embernek a legjobb búza. De az ember, annyi különbséget azért lássunk be, hogy viszont az állati takarmányozásban a sütőipari érték nem számít. Tehát ott nem fontos az, hogy mennyire kell a tészta, a sikér szerkezet miatt mennyire tartja magát, amikor gyönyörű szépen megkelt, mennyire tartja jól a sok nagy hidratáltságot, bocsánat, beszéljünk magyarul, a víz, sok víztartalmat, nagy víztartalmat, az állatoknál ez nem fontos, kekszgyártásban nem fontos, nekünk azért fontos, hogy jól megkeljen. Ennek azért van praktikus oka is, ez az, hogy ezek a kis levegő buborékok, amit a élesztő gomba és a tejsavbontó baktériumnak a mellékterméke, ezek, illetve a víz molekulákat, ami ezt a sikert úgy képzeljük, hogy a búza fehérjének a vízben nem oldható része. Tehát az nem oldódik föl a vízben, ez egy ilyen térhálót csinálnak. Tehát ilyen térhálót el tudják képzelni, és ebben a levegő és víz molekulák állnak meg benne, és hogyha ez a szerkezet gyenge, akkor lehet, hogy egy pillanatra pont jó, de már szinte amire odavisszük, vagy amire megvágjuk a sütőnél, sütővezető úton már szétesik, szétfolyik. De azért vannak érdekességek, mert a tönköly és a király is, meg egy csomó jó búza, például amikor meg kell, nem kell magasra, de a sütőben már igen. Tehát, hogy látjuk, hogy ez elég lapos lesz, hogy fog ez kinézni, és aztán gyönyörűen följön. Tehát ezt mindig vigyázni kell, hogyha valamit, egy tésztát most itt látnék, akkor én most mit mondok róla? Hát először is milyen búzából volt, az a búza milyen állapotban volt, hogy volt jól megőrölve, tehát így végig lehet menni. De azért itt egy nagy igazságot hagy mondjak el, hogy gyakran beszélünk arról, hogy ez a malom, az a malom, amaz a malomra esküszünk, legyen az ipari, legyen az kézmesebb, a kisebb technológia. Nagyon lényegtelen dolog. Az egyetlen lényeges dolog egy malomiparban, milyen gabona megy be, milyen minőségű. Tehát, hogy malom vagy tud a szitáival és a köveivel, vagy a hengerszékeivel megőrölni egy bizonyos szemcseméretet, és rendesen kiszedni a szitákat, vagy ez a malom nem is működik, mert akkornak minden baja van. Ha működik, akkor azon múlik, hogy milyen gabonát visznek be, milyen az a rozs, milyen az a búza, milyen az a kamut, vagy bár, milyen az a tönköly. Ha jó gabonát viszünk be, akkor jó liszt jön ki. Azt úgy nehéz elrontani, el lehet, de azok nyuansznyi problémák, azok egy malom életében párszor fordulhatnak elő ebbe a dologba. Én most egy picit megállnék, és ha bárkinek kérdése, tudnám ezer évig mondani, ha bárkinek kérdése van, akkor szeretném, hogy ez egy ilyen beszélgetés lenne, jó? Mindig az a lényeg, hogy olyan kérdést tegyenek föl most, ami szerinte több embert is érdekel, ha nagyon speciális kérdése van, akkor meg azt a végére hagyjuk, jó? Tessék parancsolni. Azok kérdés, hogy pont, hogy a malomról. Van, hogy ilyen kisebb malmok, hogy kőből vagy acélból van maga, és az őrlésnél a hőmérséklete mennyire melegszik föl, tehát hogy igen? Azért valamennyire az őrlés meg a malom mégiscsak tönkre teheti, hogy mi marad benne, vagy hogy hogyan lesz megőrülve. Jó, ez érdekel mindenkit ez a téma? Tehát köves malom kontra hengerszékes malmok, mi van a hőmérsékletekkel, meg egyáltalán az őrlésekre mire kéne odafigyelni, ez érdekel mindenkit? Mert akkor a végén válaszolom meg, ha senkit nem érdekel. Jó, mondhatom? Jó, tehát nekem hengerszékes malmom nincs, Molnár végzettségem van, a suliban voltam végig ezeken a helyeken, én három malomba, a Kunszentmiklósi elsőpesti malomba csinálok bérőltetést, a Garat malomba a kerecsen búzáim vannak, és János Hidán vannak a királybúza fővonalaim. Nekem vannak köves malmaim, van erről videó, majd körbeadom, meg lehet nézni. Van köves malmaim, illetve most Ausztriában már úgy várom, mint a gyerek, bármelyik percben megérkezhetnek egy számomra speciálisan legyártott egy nagy komoly ipari malom. Nem olyan nagy egyébként, tehát nincs egy fél autó se, de olyan tudása van és olyan dolgot csinál. Jó. Tehát az, hogy önmagában hengerszékes vagy köves, nem szabad szembeállítani. Ez butaság. Akinek köves malma van, az szereti azt mondani, hogy az azért jó, mindenben jobb, mint a hengerszékes, és a hengerszékes meg kinevetik. Mind a kettő szerintem hibás. Mind a kettőt lehet rosszul és jól csinálni. De akkor egy picit cizelláljuk a dolgot, próbálom nagyon érthetően mondani, és tehát azért nem olyan hosszú lére eszteni. A hengerszékes őrlés, az képzelje neki két hengerpárt. A hengerszék az azt jelenti, hogy képzeljenek egy ekkora szekrényt,
És ebben van egy hengerpár, meg még egy hengerpár. Ezt henger széknek, mert ezt a hengereket, ha kivennénk ketten, nagy nehezen, akkor ez ilyen, mint egy székbe, ilyen formában van beleütetve. És ezek a henger felületek, ezek nútolva vannak, tehát mélyedés van rájuk vágva. Ha így nézzük a hengert, akkor ezek nem párhuzamosak, hanem egy picit az egyik mondjuk fölfele néz, a szemben lévő egy picit emígy néz. És az a lényeg, hogy elkezdünk töreteket csinálni. Először csak megroppantjuk, mint a milyen gabonapelyheket. A zappely a legjobb példa. Tehát úgy képzeljék el pontosan. Annál talán egy hajszála jobban roppantja meg, de körülbelül úgy kell képzelni, hogy amikor egy kicsit a széthullik. Jó? Tehát azért széthullik, de körülbelül akkora. És akkor már rögtön a másikon is jön egy töret. És így van, általában, hát van két hengerszék is lehet, de általában négy van, vagy öt, vagy sokkal több, de sokkal többet nem érdemes csinálni, tehát ez már ilyen tökögetés, az már az a baj, hogy túltolják az egészet, és már mindent vissza akarnak, nagyobb kihozatalról van szó. Tehát az a lényeg, hogy de mi történik valójában? Az történik, hogy képzeljenek el, most ilyen nagyba lerajzom, ilyen egy búzaszem. Ilyen, jó? Tehát így. Csíra rész. Jó, itt meg a kis szőrök, ez meg más téma is. Jó, tehát az a lényeg, hogy ő a hengerszékes földarabolja. Így végig földarabolja. Tehát egy az egybe a korpát, a külső korparéteget, az egy fizikai, biokémiai védelem. Semmi olyan nincs benne, ami nekünk kell a gyomrunkba, vékonybélbe. Semmi nincs benne. Azzal védekezik a búza. Az emészhetetlen, azzal nem lehet mit kezdeni. Nagyon minimális mennyiségben ásványanyag tud kioldódni belőle, de bármilyen zöldség, gyümölcsből sokkal könnyedében fölveszi a vékonybél ezeket a dolgokat. Ezek minél nagyobb darabok, ahogy haladunk, annál kisebbek lesznek, ugye a hengerek annál szebben vannak, tehát finomabban vannak nútolva, és annál finomabb, érdesebb felületük van, és mindig, amikor átmegy egy ilyen hengerszéken, akkor ugye ezek szívják őket, és szitálják. Általában ilyen, képzeljünk el, mint hogyha fognánk ilyen szitán, mint amikor szárítjuk a gyümölcsöket, ilyen, mint egy ilyen kis, hogy és kicsit szitáljuk. És akkor ezek mennek tovább. És gyakorlatilag megvan az, hogy a korpákat szétszedjük. Miért szokott általában nem mindig a teljes kiölésű liszt drágább lenni? Hát mert szétszedik minden, teljesen a búzát, és azt vissza kell rakosgatni, de a külső, legkülső korparéteknek ki kell jönni belőle. Térfogat százalékban, nem tömegben, 95%-os örlése a búzának, a legkülső ugye, tehát az a nagy térfogat, de annak nincs nagy súlya, ugye a magbelsőhöz képest, az a teljes kiölésű búzaliszt. Molnárilag. De kereskedelmi, meg már zsivány a sztori, mert ott már úgy mondja a történet, bocsánat, tehát ott már más a történet, mert ott meg azt mondjuk, hogy egy lisztben, tehát fehér lisztben, ha 60%-ban van ez, amit az előbb mondtam, azt már jogilag a kereskedelem teljes kiölésű lisztnek hívhatja. Ezért van az, hogy amikor vesznek lisztet, az egyik ilyen nagyon sötét, a másik egészen világos, ez két dologba adódik. Hát a 60 és a 95% között hogy szaladgál az illető, ezzel a 95%-os liszte. A másik az, hogy néha az nagyobb korpadarabokat hagynak benne. Én jobbnak tartom a kisebb korpadarabokat, tehát az nem olyan sötét az a liszt, és én azt kell, hogy mondjam, hogy a számozásban úgy képzeljük ki, hogy a teljes kiölésű lisztek a 150 és annál magasabb számozású lisztek. Jellemzően a király 220, a tönköly 300. Mit jelent a számozás? De visszatérünk. Nem, akkor azt a számozást a későre hagyom. Jó, tehát hengerszékes töreteket csinál, a töretek mennek és egyre kisebbek lesznek, szitarendszerek szétszedik, visszaadagolják, megvan. Nem nagyon tud túlhevülni a dolog. Ez nem igaz. Tehát az acélhengerekben ezt el tudják képzelni, átment ott rajta, tehát a pillanatok alatt átmegy az egészen, és utána már megy a dolgon. De közben a szitarendszer átmozgatja, közben a levegő szívja és tolja, tehát gyakorlatilag ilyen nagy fölhevülés nem tud lenni, van benne hevülés, de azért ezek nem 100 fokos acél tehát testek. Egyébként nem tiszta acél, mert ennek egy magyar szabadalom miatt a felülete kezelve van, mert amúgy minden lisztnek szürkének kéne lenni. A köves ezért is szürke. És ez a felületkezelés volt egy olyan eljárás, ami miatt ez az oxidáció, én ezt nem értem pontosan, ez nem úgy jön létre. Tehát a töretek végigmennek, ez a hőmérséklet, ez annyira nem igaz. A köves malom,
az bőven föl tud úgy hevülni, én tudom, amikor bénáztam és még tanultam az egészet, akkor nekem a kő, amikor 15 órát ment, forró volt a kő. Tehát a kő ugyanúgy föl tud hevülni, például azt az osztrák malomtípust, amit én vásárolok, annál nagyobbat, amit már én veszek, tehát vannak 2 méteres kő átmérő. Azt már hűtik. Azt már ventilátorokkal hűtik. Tehát komoly szinten hűtik. Tehát ez mind a kettőre igaz. Olyan sokáig nem tud a lisztben olyan forró anyag lenni a feldolgozás során, hogy az annyira túlhevüljön, hogy a vitaminok tönkre menjenek csak úgy benne, vagy a fehérje, vagy a szénhidrát olyan szinten legyen. Hozzáteszem egy pici hevülés, a búzában lévő szénhidrát, ugye ez keményítő, de van egy pici cukor is, az a cukor karamellizálódik benne, amúgy egy nagyon kellemes ízt ad neki, ha egy picit úgy, van úgy, hogy a búzát megpörkölik. Tehát bizonyos arab országokban az ilyen sejkeknek, az ilyen nagy senkiáziaknak, azoknak külön megpörkölik a búzát, mert ez a cukor, ez kicsapódik és karamellizálódik benne, és nagyon kellemes lisztet lehet csinálni, de szerintem ez fölösleges. Jó, és akkor ez a köves, az meg hogy dolgozik? Azért nagyon érdekes a köves dolog, én ezért szerettem bele, illetve azért, mert laborban bevizsgálva, akárhányszor vizsgáltam a saját laboromban, aztán a Nebikkel kontrollt csináltam, meg a bácslaborral, az egy akkreditált nemzetközi labor, akárhogy csináltam, ugyanabból a búzából, tehát nem úgy, hogy király búza, de én az meg a nem, hanem ugyanabból a termésből, ugyanaz a tájegységről, ugye én 4 tájegységen dolgozok, és akármit csináltunk a köves örlésben, a siker magasabb. Ez azért van, mert a malmi feldolgozások során az eredeti búza sikértartalma és a liszt sikértartalma az nem ugyanaz, valamennyit roncsolódik a siker szerkezete a lisztnek, és a kőben nem úgy. És miért nem? Nagyon egyszerű lesz. Hát ez a forma, ez gyakorlatilag mindig megmaradhat, mert ezt azt fogom használni megint majdnem, de azért nem teljesen. Jó. Hát képzeljük el, hogy van egy alsó, most oldalról nézzük a malmot, jó? Tehát van egy alsó kő. Ez sehol nem lyukas, ennek ilyen a felülete. Annyit hazudok, hogy ezeknek, hogyha ezt most fölülről nézzük, hogy ez kerek forma, de vannak ilyen vágatok. Amúgy 5 szokott lenni mindig. Jó. És a felső kő, azt lerajzolom, de majd, mintha belenéznénk röntgenne, jó, ez fölülről lyukas. Hát nem középre rajzoltam, mindegy is. És az a lényeg, hogy ez így néz ki. Ezt könnyen kitalálják. Itt megy át az egészen egy acélrúd. És itt ilyen fémbeágyazás van. Tehát alulról itt van a tengely. Lejön a tengelyt, meghajtjuk egy erős motorral, és a felső kő forog, ez fix az alsó, az nem mozdul. Ezeket úgy mondják, hogy sík köves malmok, vannak tehát horizontálisak is, illetve függőleges malmok, takarmánydaráló, tehát nem jó, tehát nem, majd mindjárt megértik, hogy miért nem, de csinálnak olyat. Sajnos Magyarországon van egy, nem akarom mondani a nevét, nem olyan messze innen árulja, orvaszájban nagyon komoly pénzeké ezeket az öntött vas házba lévő malmokat, az takarmánydarálás. Tehát ha a szita rendszer nincs egy malomba, akkor a bélrendszerünkkel játszunk egy darabig, és utána komoly baj lesz. Nagyon sok, és majd elmondom, hogy lehet otthon kövesörlést csinálni ilyen béna köves malmokkal. Nem kell millióké venni, értem én? De a gabonát tisztítani kell, el fogom magyarázni, hogy otthon hogyan lehet jól tisztítani a gabonát, abban a mennyiségben, amire önöknek kell, úgyhogy akkor utána korrekt a dolog, és nincs baj. Nem tudom, miért nem terjedte. Na, tehát az a lényeg, hogy itt bepotyog a búza, itt van a garat, és akkor itt potyog be, ennek a dőlésszögét tudjuk állítani, hogy potyog be a búza. Jó? Egyébként itt az alján, ezen a, hogyha akkor van egy ilyen kis, tehát azért, hogyha ha középre esne a búza erre, akkor gyakorlatilag, ez ilyen hosszú, bocsánat, akkor itt megállna a búza, az már ilyen magas lenne, ugye? Ez maximum csak ott középütt a henger menne, ezért van itt egy pici elterül, ami kilöki a búzát, mert onnantól ez a forgó rész már a centrifugális erővel már szedégeti ki oldalra. Jó, itt a fa keret, az is megvan az értelme, hogy nem jók azok a köves malmok, amelyeknek acélburkolata van. Valamiért azért, és az acélt nem csak a szín miatt találták ki a magyarok, hogy valami felület kezelni kell, mert nem tesz jót a sima acél a búzának. Valami olyasmi lehet ez nem értek igazán, mint a méz.
Valami nem stimmel azzal a dologgal. Ezt onnan azért tudom, hogy amikor egy acélhengeres örlésű liszt van, vagy egy köves örlésű liszt van, és kiöntöm a kettőt egy műanyaglapra, vagy akár falapra is, akkor így ilyen kifeszül a, tehát ilyen mint elektromosság lenne, mert egy kifeszül a liszt, hogyha az a hengerszékes, a köves az máshogy viselkedik, az olyan olajosan ott marad, az olyan más, abszolút észre lehet venni. Jó, tehát itt bepotyog a búza, ez kitereli oldalra, és mi történik? Ugye, ezt képzeljük, hogy ez lentebb megy, tehát ráereszkedik erre. A két vége szinte összeér. Nem szabad összeérni, de szinte összeér. Mi történik? Eljön a búza kifele. Mi történik? Forog a felső. Hát az történik, hogy most képzeljük ez a búzát. És ez a búza beleér itt, meg ugye itt alul a két kőbe. És elkezd lekoptatódni. De amikor ez nagyon lekopódik, akkor jön a többi része. Akkor elfordul. Tehát ott ugye ez a kő az érdes, amúgy nem, tehát elég simának érezzük, de amúgy érdes, tehát szemet számmal látható. A malmot el tudtam volna hozni a kicsit, de egyszerűen annyira hullafáradt voltam, és nem volt segítségem fölrakni, ekkora a kis bemutató malmom, de négy ember kell ahhoz is. És az a lényeg, hogy elnézést kérek érte, tehát ez a, mit csinál? Elkezdi levetkőztetni, lekoptatni a búzát. Kintről befele haladva, de közben az nem állott az a, tehát az a őrlet, ott semmi, hanem elkezdi kijönni. A korpa az úgy rugalmas, hogy össze tudom nyomni, és kirúgja magát. De nem rugalmas, tehát nem nyúlik. Ezeken a mélyet, ezeken a vágatokon, ami fölül is meg alul is van, de főleg alulva, ezeken kifut. Tehát ezen kifut a korpa. És a szita rendszerek, a legkülső korparéteg az ilyen nagy lemezekből áll. És aztán az alatta lévő korprétegek, azok már picikből. Szinte a rendszer szétválogatja. Megvan, hogy hány mikronos kell ehhez, ahhoz, amahoz, és szétszedi 4-5-10 fajtára is szét tud menni, jellemzően 3 fajta korpát szedünk szét. A legkülső korpát, az soha semmiben nem tesszük bele. Állatoknak is óvatosan szabad odaadni, ha commerce, tehát előállítás volt. Tehát, hogyha rendes ipari, ami el van terjedve. Egy vegyi anyagban kevésbé, vagy egyáltalán nem használt be, azt oda lehet adni. Nagyon fontos, az a búza, nem tudom, van-e itt, aki otthon őrli a búzáját? Nem, de biztos fejben van már egy pár embernek, hogy ilyennel próbálkozik. Szóval de azért tegyünk tisztába dolgokat, mert ez nem játék, mert valaki vesz ilyen, vannak ezek a Salzburger malmok, 1-2-300 000 forintért, mint egy kávé daráló, megvesz az ember, vesz valakitől gabonát, hajrá. Na hát elmondom, hol vannak itt a bajok. És elmondom azt is, hogy hogy lehet ezt ugyanezekkel jól csinálni. Tehát képzeljük el, hogy láttak már búzát, ami tiszta. Hát, itt van például, ez egy tiszta búzának látszik. Ezt elmondom, nyugodtan adják körbe. Erről, ha most én egy pelenka anyagba, régi pelenka anyagba, egy 5 kilót, 2 kilót ide beleraknék, és csap alatt kimosnám, kiönteném a búzát, akkor szürke lé jönne le. Hát gondolnánk, hogy valami színanyag jön ki belőle. A búzának a színanyaga a sárga. Tehát a sárga és a barna között játszik. Tehát az korom, por, gomba és vírus. Tehát ezek a dolgok lesznek rajta, egy baktérium is ugye természetesen azt elfelejtem mindig mondani. Jó, tehát ilyen nincs, hogy valaki tisztának látja a gabonát, az sose tiszta csak úgy. Ezt úgy hívják, amit látnak, hogy magtisztaság. Így adják oda az állatoknak. De a malmi őrlésre való előkészítés, magtisztítás, az egy másik folyamat. Azt úgy képzeljük el, hogy van egy acélhenger, tehát egy nagy acélhenger, középű tengely, az acélhenger kívülről be van lyukasztva mindenhol. Ez befele, úgy, szó szerint, hogy beütötték, hogy szétszakadt, az belül érdes. Vagy van olyan, hogy korunc szemcséket ragasztanak föl, semmire nem jó. És ezen a tengelyen acélpálcák vannak, bemegy a búza keringetve, tehát is spirál alakba bemegy, és ezek az acélpálcák össze-vissza verik a búzát, levernek róla, olyan erővel ütik, tehát ez nagyon nagy erőt képzeljünk el, hogy az a minden leesik, és egy vákum meg szívja el, mindent szív le róla. Mindent az égvilágon, szív, csak a búza tud végigmenni. Ez egy rendkívül fontos folyamat, és most olyat fogok mondani, ami szerintem pár embernek nem fog tetszeni. Leveri a csírát, és ez a legjobb dolog a világon. Mert a csíra, az nézzenek utána Mester Károly videóinak, kiváró agrármérnök, a biokémiára kisújjában van, annyira ügyesen lát mindent. A csíra egy bizonyos, minden növénynek a csírája a gabonák közül, egy bizonyos méretig a búzái, egy bizonyos méretig a rozsé, egy bizonyos méretig mérgező.
egy lektin nevű anyag van benne, nézzenek utána. Hát így nincs egy lektin videó, de Mester Károlynak a csírá, valami ilyen videóval van lenne, egy rendkívül jó elmagyaráz az egészet, a búza ezzel védekezik a földben a férgek ellen. Ennek rossz az íze, gyulladást okoz, bélfalat bántja a bogárnál is, az embernél is. Ez egy bizonyos méret után, ez a lektin elkezd csökkenni, már majdnem hajtás, de még csíra egyébként, tehát a nagy csíra az jó. Abba annyira lecsökken, hogy az már semmi, viszont a vitamin az a kezdettől is, a hajtásig, meg utána is rendkívül magas, tehát, az, tehát amiért ennénk a csírát, az oké, okay, az szuper. De a búza nem engedi magát, tehát gondoljunk bele, ez érti, tehát hogyha ő szaporodik, az ő kis csíráját, életét ő is védi. Tehát ő is védi. Ezt higgyék el, hogy így van. Nézzék meg Mester Károly, nálam sokkal értelmesebb ember ebben a témában, és ezt nagyon szépen elmagyarázza, hogy milyen anyagok vannak benne, és egyáltalán nem javasolja senkinek. Ha nagyobb csírát, megvan, hogy melyik búzánál, nem ugyanaz a királybúzánál, meg a bánkútinál. Nem ugyanaz a csíra méret, né áll le dolog, ez teljesen hogy olyan minimális szint, hogy már ne legyen gond. Jó, tehát ugye annál maradtunk, hogy henger, székes és köves őrlés, ezt nem szabad szembe rakni. Nagyjából már kezdjük érteni, hogy miért nem. Nem szabad túlhevíteni a rendszert. Tehát megvan, hogy ott is, hogy hány órát mehetnek a gépek. Vannak már olyan új malmok, hogy 24 órát mehetnek, néha egy szervizre megállnak, de ott hűtik a hengerszékeket. A kövesnél is mehet akármennyit, de akkor már hűteni kell. Tehát ezt nagyjából az ember értelmesen használja, úgy, hogy azt a technológiát egy értelmes ember kitalálta, vagy hajrá, mert túl kis gépünk van, túl sok liszt kell, tehát én is szenvedtem ilyen problémákkal, tehát amíg nem volt komoly technológiám, hogy hát van rá vevő, hát akkor csinálni, hát csinálni kell, hát nincs mese. Nem, azért itt meg kell tartani, hogyha hosszú távon minőségben gondolkodunk. Jó, tehát az a lényeg, hogy lekoptatja, és egyszerűen külön-külön jönnek le a dolgok, és máshogy viselkedik, mint amikor egy az egybe vágja az egészet, és a sikertartalom is máshogy viselkedik ebbe a dologba. Jó, nagyjából ez így megvolt, vagy még van ezen belül, amit esetleg gondol? Jó, bármi kérdés, tessék parancsolni. Az otthoni tisztítást. Jó, igen, oké, jó, mondom is. Jó, tehát erről a korompor, vírus, fuzár, minden lejön. Minden búza fuzár jogos. Minden. Az is. Csak azon olyan minimális, hogy nem tud túlszaporodni, meg ugye az le van ragasztva, nem tud belemenni az utánpótlás a levegőn keresztül, bogár nem tud belemenni, és az van, hogy még így is, három havonta berakom a fagyasztóba. Azt akkor ott három napig elnézelődhet benne, amit bármi beindulna ott abba a dologba. Jó, tehát, hát hogyha önök most otthon akarnak valamennyit, ugye leőrölni, mondjuk egy 5 kilót, jó, akkor következőt kecsen, nagyon egyszerű a dolog, egy kis tálba ecetes vizet rak, belönti a búzát, elmozgatja, és egy ilyen szita szűrővel, vagy bármilyen szűrővel, de akár a földre is, hogy ecetes víz nagy bajt nem fog csinálni, leöblíti, kijönti, és leöblíti újra, utána egy asztallapra, én egyébként azt szokták használni egy pár helyen, ahol mutattam ezt közösségbe, hogy ezek a gyümölcszárító hálós kis ládákba oda kijöntik, rárakják másik oldalról, hogy bogár sehogy sem menjen bele, és 2 napot kéne száradjon. De van egy jó dolog, ez egyébként előnedvesítjük mindig előnedvesítjük a búzákat, ilyenkor ez megtörténik. Milyen nedvesítjük elő a búzákat? Azért, mert föllazulnak a korpa rétegek egymáshoz képest, és a magbelső és a korpa réteg között is egy lazulás jön létre, meg a korpa rétegek között is, és könnyebben elválnak a rétegek az őrlésnél, könnyebben tud a malom dolgozni, főleg a kemény búzákról van szó, azért ez fontos, azért küszködnek a malmok az igazi kemény búzákkal. Jó, tehát ez az egyik, megmossuk, kiterítjük száradni, és 1-2 nap múlva azt azért már nagy biztonság lehet tenni, akkor sem jó, hogy a durva korpa benne van. De azért az már, ha nem mindig teljes körösét eszünk, és ezt el is fogom mondani, hogy miért gondolom így, akkor az egy egészséges jó dolgot. De itt még nem beszéltünk, ön most egy tisztításról kérdezett, de az igazi dolog, tegyük rendbe. Tehát az igazi történet ott kezdődik a gabonáknál, hát fel ne vigyél, mindig átessek ezen. Az igazi dolog az mindig úgy kezdődik a gabonáknál, hogy a búza genetikája. Miért fontos ez? Itt most nem arra gondolok, hogy a bánkúti jobb-e, mint a király, és a kamut nem. Tehát az adott búza fajtának a genetikája jó-e vagy sem. Mit jelent ez? Józan paraszti ész. Képzeljék el, hogy a búzának a generációváltás az mennyi idő? Össze elvetjük, következő nyár elején aratjuk. 1 év. Az embernek most a reprodukciós képessége 30-35. 35 már lazán. Na most képzeljük el,
hogy a nemesítések, egy találós kérdés, mikor volt ezen a bolygón az első nagy nemesítési hullám? Amikor az emberiség elkezdte kőkeményen nemesíteni a búzákat. Ez igen, ez nem. Tehát ott elmondom, 10 000 éve tűntek el búzafajok, vagy szorultak háttérbe, és azt se tudjuk, hogy hol vannak, azt lehet, hogy ott vannak még, de már nagyon kevés helyen vannak. A körülbelül mikor volt? Vigyázzatok, mert beugratós a kérdés, mert nagyon csalafinta, egyébként józan paraszt észre kitalálta. Mikor, hanyas években, milyen évszázadon, mikor lehetett a nagy-nagy búzanemesítési hajrá az első? Őskor vége. Hát a tarisznyában melyik magot vitt, amikor elkezdtek elmozogni? Egy kis vándorlások elindultak. Most Afrikából, innen, onnan, nem tudjuk. Én nem tudom pontosan, mert sok az ellenmondás egyébként ezekben is. Amikor elkezdtek vinni, és tudták, hogy azért magukat érdemes vinni, kiválasztották, hogy ezt nagyon szeretem, de ez nagy. Ez nagy, ez több. Ezzel tovább bírjuk majd. Ebből volt éppen akkor több, amikor elindult a csoport. Mert az hamarabb ért, és ők már akkor akartak indulni. Vagy hamarabb megették a jobbat, és a végén, ami vagy jó, vagy rossz volt, azt tartalékolták. Mert még kiúzták a nyár elejét, és nyár végén indultak el, amikor elromlott az idő. Tehát a nemesítés már akkor elindult, hogy ők mit szelektáltak. Hogy most az nemesedés volt, vagy nem, annyit azért hogy mondjak a mentségükre, hát egy az, hogy itt vagyunk, tehát valamit csináltak, hogy itt vagyunk. A másik meg az, hogy hát azt nem tudjuk, hogy ők miért vittek volna rosszat. Tehát lehet, hogy ők jókat válogattak ki, számukra jót. Mert Isten nem teremtett olyat, ami rossz. Csak nekik éppen mi volt a jó, ők mi alapján gondolták. De azért az ő agyukat nem terhelte baromság. Tehát azért amit most mi itt gondolunk, hogy ennyi legyen, annyi legyen súlyra, mennyiségre, az nekik lehet, hogy megvolt, de akkor még olyan genetikák álltak rendelkezésre, annyira nem voltak bántva, hogy akkor gyakorlatilag szinte bármit vihetett, mert vagy azt lássuk azt, hogy van úgy, hogy egy búza nem is néz ki jól, olyan picike, most nem arról beszélek, hogy beteg, fertőzött, csak olyan kicsike, stb. A királybúza nagy nemes mérete van, de lehetne nagyon pici, és a bánkuti fele ekkora sincs. Csodálatos genetika. Csodálatos genetika. Ezt így nem kell nézni. Neki a megjelenése is királyi, de ez megvan az, hogy milyen ősbúza miatt lett ilyen. Nem ez volt a nagy elvárás vele szemben, hanem a táplálat, tehát hogy mennyire jó a búzája. Na most a nemesítés, ugye mondtam, hogy a búzánál egy generáció egy év. Az emberni 35 év. Most képzeljük el, hogy amikor igazán meghűlt az ember, az az első világháború. Búza genetika szempontjából azt mérföldkőnek lehet tekinteni, akkor már a 20-as években is, rögtön a első világháború után borzasztóan fölgyorsultak azok a nemesítések, ami nem nemesedés lett, hogy mennyiség, 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 éhezések voltak, mennyiség, mennyiség, mennyiség. Na most mit csináltak? Kizárólag azt nézték, és elmondom, hogy már milyen ördögi szintre jutott el az összes nemesítőházunk, Martonvásár, Karcagi, Szegedi Kutatóintézet, hát most biztos örülnének nekem, de nálam sokkal csúnyában is el szokták küldeni őket a fenébe, és az a legrosszabb, hogy ott nagyon sok becsületes, nagyon nagy tudású ember van. Csak olyan problémájuk van, hogy ha két évente nem nemesítek ki egy új búzát, azt hiszik, hogy nem létezek. Gyorsan, gyorsan, valamit kicsit más lesz, a szálkája más lesz, egy kicsit ez lesz más. Jó, kézbe van adva a hivatalom, hó, akkor 10 évben csináltam 5-öt, hol vettem át a jutalmamat, a munkahelyem megmaradt, stb. Nem, ez nem szempont. Ezeknek a nemesítő eljárás, félreértés ne essék, akit most fizet adót, de akár csak vesz egy kiflit, az fizet adót, azt mi tartjuk el őket? Tehát ő nekik, a nemesítőházaknak, Magyarországnak komoly nemesítőházai vannak, mert azért alapok jó voltak lerakva, egy feladatuk van, mi táplálja ezt a népet? Az genetikailag óvni, fejleszteni, nemesíteni. Ettől ők eltávolodtak, nem mindegyik, sok becsületes ember nem. Én dolgozok a kerecsen búzával, ami szinte nincs is, tehát hogyha ők most beütnék, hogy kerecsen búza nincs, és nem is hagyták jóvá, én kerecsen búzának kívül, mert nemesítő úgy nevezte, csak őt nem, azt mondták, hogy ez nem érdekes ez a búza. Azt nagyon jó, szuper, szuper jó. Ott van a toborzó búza, csodálatos genetika, ott van a lukullus, nem magyar genetika, de jó genetika, csodálatos genetika. Nagyon jó búzát ad. Tehát nemesítenek azért ma is jókat, de akkor úgy mondom, hogy most 250 fajta búza van Magyarországon termésben, ebből 20-szal dolgoznak jobban, egyik kutyább, mint a másik. De már 11 tonnát is teremnek. Egy búza szerintem 5 tonna fölött nem teremhet, fajtától függően, egy tönköly szerintem 2,5 tonna fölött nem teremhet, egy kamut szerintem 1,5 tonna fölött nem teremhet, ha korrekten csináljuk. Nem teremhet. Nem engedhetjük meg neki,
vagy nem kényszeríthetjük rá műtrágyával. Szerintem nem szabad. Szerintem minden búzát a saját természete szerint kell nemesíteni. A nemesítés jobb esetben semmilyen ugrást nem jelent, hanem optimalizáljuk, hogy azért teremjen valamennyit, ellenálló legyen, de legfőképpen tápláló. A nemesítés kizárólag ez a három célnak kell alárendelni. Most úgy van, hogy elmondom, mennyit terem, elsődleges cél. Ez van ott a csúcson, itt körülbelül itt van az, hogy ellenálló legyen betegségekre, ez nem baj. De a harmadik legfontosabb náluk, hogy reagál a műtrágyára? Jó reagál, vagy nem reagál? Jó, nem reagál, akkor kész, akkor be se add a hivatalba. Akkor ne is dolgozz, akkor hagyd el ezt az intézetet. Ha a műtrágyára nem reagál jó, az igazi jó búzák nem reagálnak jó a búzára. Nem reagálnak jó. A műtrágyára elnézést kérek, javítsanak ki, hogyha össze-vissza beszélek. Tehát az a lényeg, hogy eredeti kérdés, hogy volt elnézés, elkalandozok, hama gyorsan. Ja. A tisztítást azt megbeszéltük, tehát ecetes vízbe kitakarítja, és ki. Nézze, a nagyobb korpa darab ott lesz benne. Vesz egy olyan szitát, ami a nagyobb korpa akad jobban csak fő. Sok apró átesik rajta, meg a mag belső. Akkor kész, megvan oldva a dolog. És a legal... A minden malmi örlésnél, tehát a hengerszékesnél magyaráztam, az először töret, dara, finom dara, stb. A köves malmok is. Durva dara, finom dara, liszt. Igen. Mert képzelj el, ekkora a mag, ugye? Most fönnagyítom. És képzeljük, hogy már ilyen, tehát 180 mikronra akarnánk őrölni. Hát micsoda erő kéne hozzá? De mennyivel könnyebb, hogyha csináljunk egy darát. Aztán még egy darát, az már finomabb dera, és a végén nyomjuk. És ezt a végét, ha kiszitálja, akkor a durva korpa darabok mindig nagyobbak marad, akármit csinál, nagyobb lesz. És azt kiszitálja, keres egy olyan szitaformát, vagy vesz egy olyan malomgyártó cégeknek, megkérdezi, hogy honnan veszik, én is megadom szívesen a szitagyártókat, tehát akik ipari szitákat gyártanak. Most annyi, hogy egy métert kell venni, de hát nem hal bele senki, ezer dologra, jó? Hát ugye, mekkora a lyuk? Hát a hagyományosok nem nagyon jók rá. Nem nagyon jók. A szita, vagy a szita, tehát a sütemény szita, az meg nem jó, az túl pici már. Abban már teljes kör és nagyon sok fönnakad. Na most hozzáteszem, a nagy korpadarabon magbelső bele fog szakadni egy pár. Hát az állatnak azért egy jó dolgot ad ilyenkor, tehát azért akkor neki is jut egy kicsit jobb dolog is. Hát a mai tápokhoz képest biztos jó, tehát akkor ez nagyjából rendben van. Tehát csináljon két darát, egy erős dara, finom dara, és még egyszer. Azért sokszor, tehát nagyon nagy a különbség, mint az, hogy egyszerre leőrölni az egészet, de ezt azért darálásnak hívjuk. Ezt nem igazán őrlésnek. Majd azért küldök egy köves malmos, hát most nem is tudom, hogy minden videó itt van, de éppen most csinálunk majd egy nagyobbat, ahogy részletesen bemutatom közelről az egészet. Jó? És akkor be akarom fejezni a genetikai ugrásokat, tehát a generációváltásokat. Tehát az első világháború után olyan szinten fölgyorsultak, a második világháború közben és utánra ördögi szintet ért el az, hogy tonnákat kell ugorni. Nem bírt senki 5 tonna fölé menni a úgynevezett esztivumokkal, a közönséges búza az egy faj. Úgy, mint a király, az egy önálló faj, a kamut, a tönke, azok önálló fajok, a tönke önálló faj. A közönséges búza az esztivumnak hívják, tehát ezek a búzáknál felugrottak 5 tonna fölé. De mivel? Mérhetetlen mennyiségű műtrágya, vagy nagyon kis érdekesség. A műtrágy az hogy lett felfedezve? Mert ugye az a robbanóanyag gyártásban volt ugye a foszfor, és ugye van kálium meg a nitrogén. Hát ez nagyon egyszerű. A háborúkban szállították a robbanóanyag gyártáshoz az alapanyagot, és a beton föl és leszálló peronokon, tehát kihullott, ugye sérülés volt, ütközés, vagy valami, vagy lelőtték akármi, akkor kihullott, és akkor a peronok között ugye vannak ezek a dilatációs csíkok, tehát ugye a fagyásnál ugye ne megmozdul, és akkor szétrepedik, hagynak ilyen csíkot, ahogy tud egy picit mozogni az anyag, és ugye azokban a talajban, vagy a peron szélén lehet, hogy jó termőtalaj volt, lehet, hogy rossz, tök mindegy, de a csapadék biztos, hogy sok volt, mert a betonon a víz ezekbe helyekre folyt, tehát volt elég csapadék, és azt látta az a világháborúban besorozott gazda, aki amúgy gabonákkal foglalkozott, hogy mit történik ezekkel a búzákat, látta, hogy ott, mert ugye szállították a búzát is, tehát rendes búzaszemek is kiszóródtak, műtrágya is kiszóródott, és azt látja, hogy hoppá, hogy megindult. És akkor ezen agyaltak, és a robbanó alapanyaggyárok ezt felfedezték, és gyakorlatilag soha életben nem hagyták abba a termelést, ők gyakorlatilag ebből élnek, és ezt tolják. Soha senki nem vizsgálta 10 év viszonylatában sem, nem hogy többe kéne,
hogy az emberi és állati szervezetekre hogyan hatnak ezek az egyoldalú tápanyagok, amik semmilyen módon nem tekintetünk természetes alapanyagoknak. Ezt soha senki nem vizsgálta, azért szerintem ahol vizsgálnák, nem kéne 10 év, hogy bebizonyítanák, hogy rendkívül komoly problémát okoz, egyébként a fehérje vonalakon, tehát a fehérje aminosav szinteken. A búza genetikákban ott tartottunk, hogy már első világháborúnál nagyon leszelektálták a tömeg, talán legyen a has, és a másik világháború után olyan borzasztó eljárások lettek, a műtrágyának rájöttek, hogy mennyire ördögen jó dolgozik, hát ők nem ördöginek mondanák, és az lett a lényeg, hogy képzeljük-e, hogy nemesítünk búzát. Nagyon leegyszerűsítem. Itt van egy csomó búza, és nézegetem, szétszedem a szemeiket, összegyűjtögetem, mit tudom én, a hektoliter tömeg, egy hektoliteres tartályt elirakjuk, akkor mennyi a faj, mekkora súlya jön. Tehát van x térfogat, mennyi a faj súlya. És akkor így jövünk egy csomó paraméterre. Jó, akkor ebből sok lesz, akkor ezt hagyjuk. Többi nem érdekel. Így tűnnek el. Így szűkülnek be a búza genetikák. Hát régen minden tájegység megvolt, hogy ő milyen 3-4-5 búzával dolgozott. Tájegység, tehát a Bács-Kiskun megyében a Bácska és a Kiskunság köszönő viszonyban nem volt egymással, és úgy, hogy a Kiskunságon is kurva jó búzák vannak, hát itt van egy. De minden tájegységnek 4-5 fajta volt humán élelmezésre, meg volt 10 fajtája állatra, mind kiváló volt. Tehát úgy, mint régen az almákban, hány fajta volt? Tehát rengeteg, csodálatos genetikák voltak, rég beszűkültek, hát nem használnak 15-20 fajta almát már. Már nem használ senki, hát menjenek egy boltba, vagy nézzenek szét a kertekbe, 20 fajtán hát többet nem nagyon talál. Most az, hogy egy kidőlt fa valahol még van, én ezt elhiszem, de a lakossági ellátásban, vagy az állatainknál, ez már nincs jelen ez a dolog. Tehát beszéltünk, hogy mi volt, de az nincs már. Most azt lehet nézni, hogy mi van, és ebből mit lehet kihozni. Jó, tehát nagyon beszűkültek, tehát például a manapság egy búzát nemesíteni óriási kihívás. Hát hol van az a genetikai sokszínűség, amiből én válogatom, és a porzásokkal jó, gyorsan lehet haladni, mert évente tudok egy genetikát mozdítani. Tehát ezek hol vannak ezek a sokszínűségek? Frici bácsi sajnos meghalt, nem szabad rosszat mondani egy halott emberről, ő volt, ahol Anatóliában, anatóliai búza is van benne, egy Anatóliában a termény áldozatból lopott egy marékkal. Hát ezt lopásnak tekintjük, most így értettem ezt a dolgot. És azt a olyan szép búzának találta, és azt a genetikát is felhasználta. Egyébként porzásokkal, tehát önporzó a búza, tehát csak így a kettőt összeintjük, vagy pipettával összeátmozgatjuk a porokat, a virágpor, a saját virágját. Tehát gyakorlatilag ezt így kell látni. Na most, mi történt? Tonna-tonna, elhagytuk azokat az egyedeket, azokat a nemesítési alapokat, amelyek nem mennyiségi ugrást eredményeztek. És csak a mennyiségi ugrás. Akkor ezt most lefordítom ember, és mély hoztam fel 35 évet, vagy 30 évet a hölgyeknél. Hát most képzeljünk el, hogy van ez a görög mitológia, Taygetos, és a gyerekek mondjuk 10 éves korukig mindenki élhet. 10 éves korában sorbájtják őket, és melyik, amelyik nagyon kövér. Nem duci, nem egy kicsit husi, hanem kövér, mint a disznó. Csak az maradhat életbe. A többit dobáljuk le a Taygetosról. Hát a búzánál egy az egybe ez történt. Tehát ha nekem ezt itt bárki szakmából azt mondja, hogy nem így történt, akkor üljünk már, azt mondja már, hogy melyik búzánál nem történt ez. Hát a magánnemesítőknél. Akik ugye nem versenyeznek a nagy tömeg cuccokkal, hanem tudják, hogy jót kell csinálni, mert abban nincs piaci vetításuk túl sok. Tehát értjük? Tehát a búzák így lettek eltorzítva. Ma új búzát nemesíteni, komoly kívás. Nemesítik orvaszájba. Műtrágyára még mennyi műtrágyát tud fölvenni? Hát semennyit jelzem, semennyit nem tud. Egyszerűen olyan komoly bajok vannak, hogy amikor a Vancsura Józseféknél voltam, ott én gyakorlaton voltam sokat a János Almi ipari malomba, az egy jó malom, kiváló molnár volt ott, Szabó István, még most is él, hálásnak szuper egészségben, és most zárták még 2 éve a malmot, és a Vidékfejlesztési Minisztérium, nem Nagy István volt, nem tudom ki volt már előtte, engem annyira nem izgatnak ezek az emberek, mert szerintem nem azt csinálják, amit kell. De az egyik, hogy nem volt, meg főosztályvezető államtitkárok nem voltak vidék, tehát mezőgazdaság. És Vancsura úr volt olyan kedves, és a Gabonaipari Szövetségnek az elnöke, és a Malomipari Szövetségben is benne van. És azt mondta Roland, jöjjön be, itt most a Magyarország legjobb búzái vannak kitéve, mennyiségi termelés szempontjából, ezt ő tette hozzá, hát mert ismert engem. És akkor bementünk, és mondta, hogy egy óra múlva jönnek a hatalmasságok, ki most megy az eszem iszom, és utána jönnek, ide van készítve minden, Roli, tessék,
aztán nézegessed, lássad, az kész. És annyi, hogy én azért rászóltam, hogy a királybúza ki volt téve, amit ott termelt. A mezőgazdasági iskola János Almán termel nekem 40 hektáron királybúzát, műtrágya nélkül, és ki volt rakva. És akkor hát osztályozásban úgy volt, hogy terméshozama közepesen gyenge. Az azt jelenti, hogy 5,7 tonnát termett náluk, 150 kg vetőmaga egy hektáron, és 226 nem vett senki, aki commerce-be csinálja. Tehát úgy termett 5,7-et, hát az csoda, hát az össze kell tenni a kezünket, és azt mondani, hogy köszönjük jó Isten, hogy így viselkedsz velünk. Műtrágya nélkül, jó szerves trágya volt benne, és amúgy is nagyon erős földbe volt. És ott néztem, Solti búzák, Dömsöd, sok Szentkirály, most akiket úgy megjegyeztem, de hát sok más is volt ott, 11 tonna búza egy hektáron. Na de, oda volt írva, mert mindegyiknek oda volt írva ugye a termék leírása, tehát a adott vizsgálat, tehát az, hogy a nemesítő mit gondol, meg mit mond, az nagyon vagány, csak közben ők, ezt ugye nem lehet másképp csinálni, nekik a helyi élelmiszerlaborra be kell vizsgáltatni sikér, fehérje, toxikusság és sütőipari értékre. Na a sütőipari érték az C, meg B2, ez úgy van, hogy A1 a húdefasza, A2 nagyon szuper, B1 teljesen jó még dolgozni, B2-vel azért már nem olyan egyszerű dolgozni, hát C az takarmány. Itt csak kizárólag élelmezési búzák voltak, és a B2 és a C1 között mozogtak. Én szerintem, ha ott a 190 búzából, ha volt termőterületről, ha volt olyan 20-30, amire azt mondtam, hogy ez korrekt, ez szép, akkor hazudok. És tehát 5 tonna fölött a minőség lemegy. Tehát ez radikálisan lemegy. 5 tonnáig lehet tuningolni bizonyos búzákat, az alakor tönke ezeket nem szabad ennyi az egészbe. Jó? Tehát a genetikával így lettek a torzulások, hogy más eljárások. És azért gondoljunk bele, számoljunk csak könnyűség miatt, de már rég megtörténtek a bajok, 1950-et vagy 45-öt, amikor tényleg elindult a dolog. Mai napig 2020-at írunk. Azért 60 generáció legalább. 60 generáció óta, mi lenne az emberiségből, ha 60 generáció óta csak a nagyon kövér gyerekeket hagynánk életbe? Mi lenne belőlük? Hát semmi nem lenne. Hát nem is léteznénk már. És a búza még mindig táplál. Hát nem ő amúgy is, de hogy általában a búzák, tehát hogy még mindig táplálják az embert. És az, hogy gluténérzékeny lett, legyen, tehát érezze magát megtisztelve, aki gluténérzékeny. Elmondom, hogy miért. Mert ő két dolgot tehet, és tesz is. Örökre hagyja a búzát, örökre senki nem hagyja el a búzát. A búzát nem lehet elhagyni. A búza teljesen fölöttünk áll abban, hogy mi a jó a bolygónak. De azt elhagyja egy időre, előbb-utóbb úgy is kipróbál, mert azt hallotta, hogy ez a búza, vagy az, vagy amaz, tönke, tönköly, alakor, valami, van még több fajta is, azt mondják, hogy ez nem, az gluténmentes, búzafehérje, tehát nem gluténmentes egyik sem, valami más. És még mire talál rá? A kovászolásra. Tehát a kovászolás, a fermentálása a búzafehérjének is, de legyen a szója, de mi a búzában beszélgetünk, az és a búza genetikája együtt bármikor képes lehet arra, hogy egy bizonyos érzékenység szintig, azért nagyjából azt mondja a normális élelmiszerkutatók, dietetikusok, hogy akik már ezzel komolyabban foglalkoznak, és ebben előremutató dolgok vannak már Magyarországon, hogy a nagy lisztérzékeny ricsajban vannak igazán érzékenyek, és a többség az nem igazán érzékeny, aztán vannak a önmagának is beképzel mindent. Ebben azt mondja, hogy 93-97% nem. Tehát rossz genetika, fermentálás hiánya, stb. Érzékeny. Sok élesztős, gyors tésztaipari eljárások, tésztavezetési eljárások, ugye csúnyán mondjam, tehát ez a 3 órán belül kész a kenyér, ez nem lehet jó emésztésileg sem. És akkor beszéltünk a búzagenetikáról, tehát azzal is gond lehet, legyen az is jó, fermentáljunk, az őrlésbe próbáljuk a nagyobb korpát kiszűrni, félbarna kenyerek a jók, félbarna, nem a teljes kiölésű. Én nem hiszek ebbe. Van teljes kiölésű lisztem, azt mondjuk üdött is, hogyha valakinek kell. Én azt mondom, hogy persze, lehet fogyasztani, tisztítva van, jó liszt, de keveset. 3-4 hétig félbarnákat eszünk, nagyon ritkán lehet fehéret is, tehát ez nem kezd így annyira levágni, süteménynél azért szebben lehet dolgozni, az apró süteményekkel, de egy jó 80-as liszte, és mindjárt elmondom a számokat,
a jó 80-as lisztert, ez bármilyen süteményt meg lehet csinálni. Hiszen ha jó a sikertartalom, jó fehérje tartalom, magas és jó minőség, kettő együtt, és még jó a sikér szerkezete, magas is, és jó is a szerkezete, azzal bármilyen süteményt lehet csinálni. Bármilyet. Számozást elmondjam, vagy tudja mindenki, esetleg érdekel valakit. A lisztekben a számozás mit jelent? Elmondjam gyorsan. Jó, nagyon egyszerű. Ez egy kilogramm liszt, 1000 grammról beszélünk. 1000 gramm lisztet berakunk egy hamvasztóba. Mi a hamvasztó, vagy egy kemence között a különbség? 500 fok fölött legalább 3, de a búzák esetében 3,5 órát legalább, lehet 4 vagy 5 óra is, tehát ami már tovább nem, nincs értelme, hamvasztjuk a lisztet, nem a búzát. Mi történik? Berakjuk az 1000 g lisztet, széthúzzuk egy tálcára, és hamvasztunk. 3,5 óra 500 fok, 550 fok fölött bizonyos esetekben marad 0, most mondok egy számot, 55. 100 kg-ra ki kell vetíteni. 55-ös liszt. Marad 0,8, 80-as liszt. Marad 1 gram, 100-as liszt. 1,2, 3 gram tönkölni. De ez mit jelent azért, ez most így, ez a hamutartalom. Tehát hamvasztás után, ami marad hamutartalom. Mi adja a hamutartalmat? A fehérje elég. A szénhidrát elég. Az ásványi anyag. Az ásványi anyag főleg a korpában van benne. Egy így védekezik, meg van ásványi anyag azért a táplálásra is. De azért ezt így nehéz megérteni, hogy jó, akkor most az nagyon ásanyanyagban dús, az 55-ös liszt az meg mi lehet? Ez egy része volt a dolognak, és akkor józan paraszt észre elmagyarázom egyszerűbben. Képzeljünk el, hogy van egy tábortűz, egy nagy erős tábortűz, és van itt egy hatalmas fatömb. Ezt fogjuk, fűrésszel ketté vágjuk, és ezt a két nagy tömböt rátesszük erre a tűzrakásra. És mi marad? 3,5 óra múlva. Hát azért ekkora tömbbe még elég sok minden marad, nem fog elégni teljesen. Na jó, de mi van, hogyha ugyanezt a fa méretet, ugyanebből az anyagból, minden ugyanolyan nedves, stb. Fogpiszkáló apróra daraboljuk össze, ráadásul nem is nedves, ugye száraz, és azt tesszük ugyanerre a tűzre, ugyanerre a nagy tűzre. Hát ugye nagyobb felületen ég, de sok fogpiszkálónk azon minden felülete ott van, és ugye hát alig marad hamu. Tehát az égés, az két dologból adódik a hamutartalom. Egy az, hogy mennyire ásványi anyagos az adott búza, illetve mennyire apróra őröltük azt a lisztet. Tehát a kicsit darásabb, kicsit korpásabb, teljes kiölésű félbarna liszteknél mindig több hamutartalom marad. Jó? Tehát ez ennyi. Ezt így érthető, ugye? Ha nem, akkor esetleg bármi nem, akkor elmagyarázom még egyszer, jó? Tehát ez a számozás. Mit jelent az, hogy BL?